Start! Elindult a napi főverseny, jól sikerült másodjára az indítás, alaptávról mindenki talpon van, Borutka régen látott klasszis kívülre fordult, talpon van, hiba nélkül kezdi a versenyt, mögötte Zitti Tutti, Borutka Zitti Tutti zóna, és Alfa Boly ez az első négy ló sorrendje, és 40 méteres beállításuknak köszönhetően Alexandre Uer és Promo Camp egészen hátul, de pár méter talán már tudtak leforogni a komoly hátrányból. Két-három hosszal elmegy Borutka vezetni a négy éves Kanca, illetmény Night Lady ivadéka. Nagyon régen láttuk futni a tavaly esztendőben, szinte minden komoly nagy versenyben ott volt, és hát amikor nem hibázott, akkor általában ezeket a versenyeket meg is nyerte. Borutka egyelőre nagyon magabiztos idamárhajtójával, Hajnal Tiborral. Borutka az élen előnye, két-három oszra tehető, Zitti Tuttival szemben egymás mögött az egész mezőny, Zóna, majd jön Alfa Boly, Alexander Uer és Promo Camp. Ez a lovak sorrendje egy körrel a vége előtt. Amíg hát 1200 méter a hitelező díjból libasorban a mezőny, Borutka jó startolt, azóta vezet, mögötte jönnek a többiek, Zitti Tutti, Zóna és Alfa Boly sorrendben, és a verseny középső szakaszán megérkezett a két érhátányos, Alexander Uer, illetve mögötte most már Promo Camp is tulajdonképpen abszolút lőtávolon belül van, de jó 10-15 méteren belül az egész csapat a napi főfutama, Borutka pedig vezeti ezt a libasort, és kijöttek most már a kanyarból, Borutka mögött egy hosszor ott van Zitti Tutti a második helyen, és ezt a közepesse vált tempót próbál egy kicsit majd felgyorsítani, talán Promo Camp, aki második spúrban kis mozgást kölcsönöz tulajdonképpen ebbe a versenybe, felüget közvetlenül oda most már Zitti Tuttiék mellé, Borutka, Zitti Tutti, Promo Camp, a falon bent Zóna, mellette Alfa Boly, Alexander Uer a sereghajtó, egyáltalán nincsen messze, Zóna megint nagyon-nagyon belül megy, csak úgy, mint legutóbb, ez már lehet, hogy a védjegye lesz, Borutkának pedig Zitti Tutti elmegy az utolsó fordulóhoz érve. Komoly változás, Zitti Tutti elmegy és vezet egy-két-három hosszal rögtön, Borutkán pedig talán érződik, hogy hiányzik belőle a verseny, mert többiek is rászaladtak. Zitti Tutti remek formában van, Velko Mazsitjar is megnyerheti az istállója mai napon a harmadik versenyt, és most már mögötte ott van Alfa Boly. Alfa Boly lábában azért van már jó néhány futás, Alfa Boly megpróbálja megtámadni Zitti Tuttit, vagy csökkenteni a különbséget, de ez közel 20 méter, jön Zóna kívül, és Borutkának pedig küzdenie kell a negyedik helyért is, miközben Zitti Tutti nagyon meggyőző, Zitti Tutti fog győzni, Zitti Tutti győz, egy komoly célfotó, talán Zóna pont a célban megveri Alfa Boyt, és a végén pedig Alexander Uer megérkezik a negyedik helyre.